minden szempontból időszerű ez az evangéliumi szakasz. Időszerű a szó szoros értelmében, ha körülnézünk a határban, mi szeretek lassan autózni, különösen ilyen rövid utakon, láttam már, hogy az őszi búza kezd szőkülni, már benne sejlik a mag a búza fejébe, annak a búzának a fejébe, amelyet elvetettek ősszel, és eltűnt a maga földbe, és aztán egyszer csak elkezdett a föld fölött növekedni. Időszerű úgy is, hogy az egyház történetében majdnem mindig voltak jóslások, hogy elért egy tetőpontot, de aztán ez a dolog természete, minden emberi közösségnek ez a sorsa, hogy aztán szépen lassan leépül, vagy talán nem is lassan. Ma is lehet ilyen hangokat hallani, különösen hát persze azok szájából, akik valamilyen módon nem kedvelik az egyházat, és azért hát szép számmal vannak ilyenek is. Nekünk szól a példabeszéd, akik aggódunk Jézus közösségért. Jézus közösségért, amelyik több, mint az egyház. Más, mint az egyház, több, mint az egyház, nagyon sajátos viszonyban van Isten országa, Isten egyházával. Nagyon érdekes, hogy Szent Márk evangéliumának az elején, érdemes is lesz majd föllapozni otthon az evangéliumot, Szent Márk könyvét, tudjuk, hogy időrendben ő írta elsőnek az evangéliumot. Az első Jézusi mondat, amit Jézus ajkáról hallani lehet, addig csak beszél az evangélista a történésekről, keresztelő Szent János mondatait halljuk. Az első Jézusi mondat, ami elhangzik az első evangéliumban, az idő betelt, elközelget hozzátok a mennyek országa. És erről a mennyek országáról beszél a következőkben Jézus, és tulajdonképpen erről beszél egész földi működés alatt, hol szavaival, hol cselekedeteivel hirdeti ezt az egyházat, amelyik az embereket várja, amelyik az élet teljességét kínálja és nyújtja az embereknek. Mihez hasonlítsam? Fölteszi itt is a kérdést Jézus ebben az evangéliumi szakaszban, és olyan sokszor fölteszi még az ember Jézus, aki szembesül az ember nehézségeivel, hogy Isten országáról kell az ember szavaival, az ember értelmével beszélnie. Szinte megoldhatatlannak tűnik a feladat, mert Isten dolgai messze fölötte vannak az emberének, és ezért nagyon nehéz a közelébe jutni, de Isten dolgai az emberért vannak, és ezért kell róla beszélni. Ezért hát csak ellentétekben lehet beszélni. És ez a mai evangélium az ellentétek egyik pólusát emeli ki. Csak közben jegyzem meg, hogy a teremtett világ is Isten világa, és tulajdonképpen annak a megértése se lehetséges a maga teljességében. Ellentétekben tudunk beszélni róla. Itt ugye a példabeszédben szó van arról, hogy elveti a földműves a magot, és aztán az eltűnik, és egy darabig úgy látszik, hogy vége mindennek, és aztán elkezd csirázni, és megjelenik, és fejlődik, és hát kiszámíthatóan fejlődik, de hogy nem lehet tudni, hogy hogyan. Mi itt a 21. században persze kicsit bizonytalanul érezzük magunkat erre a kijelentésre, mert hát hogy ne lehetne tudni. Jézus korában valóban nem sokat tudtak arról, hogy végül is az a majdnem, hogy kiszáradt mag, hogyan kezd el új növényé fejlődni, teljesedni. Azt tehát persze fejlődött az emberi tudomány, és ma hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy most már aztán mindent tudunk, de hát valójában csak odébb kerültek a kérdések. És bizony a kérdések megszaporodtak. Ez a fizikában látszik talán a legjobban, ugye nekem ez volt az életem a Isten akaratából, és nagyon izgalmas volt a 19. század végén, amikor az emberek azt hitték a
fizika már rendben van, már csak az alkalmazások vannak vissza. És aztán volt egy-két kisebb probléma, aminek nekiveselkedtek, ami még nem volt megoldva, és akkor kiderült, hogy a nullánál tartanak. És azóta aztán nagyon sok mindent megtudtunk a fizikai világról, de még mindig a nullánál tartunk. Persze ez a nulla környéke is rendkívül izgalmas és érdekes. Még inkább így van azzal a teljességgel, amit Isten országának nevezünk. Itt most Jézus az ellentétek egyik oldalát hangsúlyozza, nagyon fontos oldalát. A Föld magától hoz termést, először szárad kalászt, és aztán az ember a végén csak fogja a sarlót és lealad. Nagyon lényeges ebből megérteni, hogy Isten országa nem az ember műve. Isten műve, és ezért Isten országa biztonságban van. A végkifejlet biztonságban van. Ezt azért kell nagyon komolyan megfontolnunk, mert mint mondtam, a körülöttünk levő kaotikus világ, keletkező, majd megszűnő emberi közösségek bizony nagyon sokszor bennünk is azt a gondolatot ébresztik, hogy hát az egyház is ilyen. Egy emberi közösség, amelyik aztán egy idő után fölöslegessé válik, leépül, és így nem tudunk mihez kezdeni az egyházhoz való tartozásunkkal sem. Nem ember alkotása ez az Isten országa, Istené. Ő hozza létre, titokzatos módon, de biztonsággal létrehozza. Az ember nem hozhatja létre, Isteni mű. És itt most tulajdonképpen a legfontosabb, amit meg kell értenünk, hogy ezért kell nyugodtan élnünk ebben a világban. Mert sok minden történhet, de Isten országának teljesedése nincsen veszélyben. És tulajdonképpen a példabeszéd második része is ezt erősíti, hogy az a jelentéktelen mustármag, amelyik még ha látjuk is szinte semminek látszik, egyszer csak váratlanul elkezd elképesztő módon növekedni és kiteljesedni. Természetesen mindjárt fölmerül bennünk, hogy akkor a kereszténynek nincs más dolga, mint hát ülni a maga biztonságában. Isten országa növekszik, Isten kegyelme növeszti azt, mi emberek csak gyönyörködhetünk benne is, és nincs semmi tennivalónk. Isten országáról ellentétekben lehet beszélni. És Jézus beszél is. Pont ennek a Szent Márki szakasznak az előzményében a magvetőről szóló példabeszédet halljuk. Azt a példabeszédet, ahol a mag kihull a magvető kezéből, de különböző talajokra esik, és mint egy a talaj felelőssége, hogy mi lesz abból a magból. Azonnal kiszárad, fölkapkodják az égmadarai, vagy gyökeret erez benne a mag és termést hoz. Egyértelmű, hogy a talaj az emberek, akik befogadják Isten igéjét. És ezért az ember is felelős azért, ami történik Isten igéjével, és ahogyan növekszik Isten országa. Ez két ellentétes igazság. Minden az Istentől függ, Isten minden hatósága és szeretete juttatja célba Isten országát, de ugyanakkor az embernek is lényeges szerepe van. Ellentétek ezek, de egymást kiegészítő, egymást támogató ellentétek. Tulajdonképpen, ha az ember úgy igazán megérti azt, hogy ez a világ Isten kezében van, és hogy Isten országa a cél fele tart sokszor a látszat ellenére is, akkor is cselekszik. De akkor az Isten biztonságában élő ember derűjével és nyugalmával cselekszik. A cselekedetein meglátszik ez. Nem úgy kapkod, és lesz néha talán túlhatározott is, hogy rajta múlik minden is, és lesz könyörtelen, mert neki meg kell valósítani Isten országát, ez az ő feladata. Hanem tudja, hogy ez az ország teljesül, és akkor örömmel csatlakozik ebben a teljesülésben. Tehát tulajdonképpen cselekedeteink minőségét határozza meg
az Isten teljesülő országába vetett hitünk, és ezért fontos ez a hit. Ez dönt el mindent, ebből gyökereznek, és ebből fejlődnek ki a cselekedeteink. És azért is érdemes néha a cselekedeteinket szemügyre venni, ha fog bennünk a türelmetlenség, a bizonytalanság, erőszakosság esetleg, amikor a hitünket másik embernek akarjuk átadni, akkor ez mindig azt jelenti, hogy ez a jézusi példabeszéd nincs még eléggé bennünk, hogy Isten országát, Isten valósítja meg. Biztos, hogy nehéz időket él az egyház, és hát a világ is természetesen összetartozik a sorsunk. Többször is volt ilyen már a történelemben, hogy most nehezebb idők következnek ki, vagy olyanok, amik már voltak, vagy talán nehezebbek is. Most a pandémia idején még több ilyen jóslást lehetett olvasni, és a keresztény ember is elbizonytalanodik, hogy mi lesz ebből a világból. Hát a fiatalabbaknak az életében még sok minden történhet, néha talán nagyon riasztó jövő kezd kibontakozni, de nekünk keresztényeknek nagyon fontos, hogy az jövő akármilyen is ne riasszon sohase bennünket, sohase félelemmel töltsön el bennünket, hanem éljünk abban a reménységben, hogy Isten teszi teljessé egyházát. Pontosabban Isten teszi teljessé az ő országát az emberekért, az emberek számára. És ezért, ha szaporodnak a nehézségek, akkor nem a félelmünknek kell növekedni, hanem, mint Isten gyermekei, vállalkozó kedvűnek kell lennünk. A vállalkozó kedvünkkel kell növekedni, mert e világ bonyodalmai azok az ember számára jelentenek több feladatot, de mindig csak úgy, hogy alapvetően Isten kezében van ez a világ, és ezért oldjuk meg derűvel, nyugodtan, de mégiscsak felelősséggel a megnövekedett feladatokat.